Sziasztok srácok, én Exos vagyok, és ez egy újabb Cségó sorozat kezdete, már pedig ez egy tutorial sorozat lenne, amiben én segíteni szeretnék nektek, amiben egy pár alap dolgot megmutatok nektek, ugyanis sokszor jön ez a kérdés, hogy milyen crosshair-em van, és milyen VM modellem van, ami ugye a leírásban megtalálható egyetlen egy RAR file-ba, amit hogyha behúztok a... Jó, ezt majd meg fogom nektek mutatni, ide be fogom vágni. Ez itt nekem az alap Steam mappám, hogyha beléptek a Steam mappába, amit ti tudjátok hova telepítettetek, de legfőképp a címek hajton szokott lenni. Beleléptek teljesen, ez a Steamnek a első mappája, láthatjátok, itt van, nekem a D-mek hajton van. Beleléptek abba, hogy Steam, belementek arra, hogy Steam Apps, Common, itt kiválasztatok, ez a Counter Strike, itt az a Cségó, itt a CFG-t kikeresitek, és ide behúzzátok a célkeresztet, illetve az egyéb dolgokat, amit ti szeretnétek exec-elni. Magyarul a crosshair-emet és a VM modellemet is ide kell belehúzni, és a konzolba beírni azt, hogy exec célke és exec nezet. Nezet, értitek? Haha, vicci volt. És hát az első tip az lenne, hogy ide jöttek arra, hogy csináltok egy játék barátokkal várót, magyarul csináltok egy online várót, amiben ugye mindenki bejöhet, játékbeállítások, műhely megnézése, és ide beírjátok azt, hogy crosshair. És ha minden igaz, akkor itt kidobja az első mappot, amit hogyha letöltötök és felmentek a pályára, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Lényegében a mapról annyit kell tudni, hogy nagyon sokfajta crosshair, és egyedi crosshaireket is lehet rajta csinálni, szóval saját magadnak tudsz célkeresztet választani, és hogyha magadnak nem tudsz csinálni, magyarul, hogyha nem értesz hozzá, nem tudsz angolul, hogy mi mit jelent, akkor körülbelül egy olyan 1000 célkereszt körül választhatsz, ami jó 4-3-ba, ami jó 16-9-be, és egyebek, szóval ajánlom ezt a mappot, mert ez tényleg a játékotokon nagyon sokat dob, hogyha egy rendes crosshair-rel játszotok, nem pedig egy ilyen jött-ment kakival. És hogyha beléptek a pályára, el szoktiteket fogadni, láthatjátok, nagyon sokfajta crosshair elérhető. Nem is tudom, válasszunk ki egy teljesen random crosshair-t, ami például legyen ez. Ezt kiválasztottam, és például nekem tudom itt álligatni a színeit, magyarul elég sok szín közül tudok választani, legyen most az én esetemben a piros. Itt tudom növelni a crosshair-nek a belsejét, meg kicsinyíteni, tudom a szélességét csökkenteni, ez most a legnagyobb. Tudom a méretét növelni, látjátok, most vastagodik, és igazából ezt le tudom restorozni, és beadja vissza az alapot. De tényleg én a takónak a crosshair-ját szoktam használni, ezt 4-3-ba használom. És a leírásban ugye ott vannak az én exec fájljaim, amit hogy bemásoltok, amit mutattam a videó elején, akkor beírjátok azt, hogy exec célke, és beadja az én célkeresztemet, meg exec nezet, és az én VM modellemet fogja beadni. Szóval srácok, ajánlom ezt a mappot, tapasztaljátok meg, hogy nektek melyik a legmegfelelőbb. Itt kint vannak botok, amiken tudtok gyakorolni, ugye fejre, és itt is vannak, nem is tudom itt mi van, ez lehet valami easter egg, vagy fogalmam sincs, de azt hiszem itt valahol, aha igen, itt dinnyéket lehet lövöldözni, ez is nagyon jó, itt is tudjátok tesztelni a dolgokat, szóval ajánlom figyelmetekre be a mappot. A második útszint egy map lesz, amit ugyanúgy a műhely megnézésével tudunk megtekinteni, és ide azt írjuk be most, hogy VM modell. Beírjuk, az elsőt ugyanúgy letöltjük, ez a képe, 5 csillagja van, és ugye be is lépünk, és itt viszont ugye a nézetet tudjuk állítani, amit tőlem nagyon sokan kértek. Ide feljöttök srácok, itt ti is be tudjátok magatoknak állítani a nektek megfelelő VM modelleket. Tényleg nagyon itt is lehet választani sokfajta közül, de igazából ezt mindenki szerintem magának fogja beállítani. Ide feljövünk, minket ezt fog fogadni, és itt ugye lehet állígatni. Vannak ugye az alap VM modellek. Igazából talán az MP7 az talán jól néz ki. Ugye lehet venni fegyvereket, meg lehet vele nézni, hogy mi hogy néz ki.
Hát ez nem tudom, hogy ez kinek jön be. Gyerekeket, ez vicc. Aha, meg a Triluxének is nagyon jó a VM modellje. Itt azt hiszem MP7-et mondtam, M7 van írva, szóval ezer bocsánat. És ugye itt is lehet álligatni, hogy a positiont, hogy feljebb vigye ugye. Ilyenkor feljebb viszi, balra lehet, lefele, kicsit fentebb, még erre lentebb. Szóval itt tényleg, aki gondolja, az jöjjön fel ide, mert tényleg ez is nagyon hosszú. Hosszú? Ez is nagyon hasznos map, és akkor ide rámentek akkor a Shop Commands, ezt kimásoljátok. Igazából csináltok róla egy exec file-t, amit úgy kell, hogy csináltak egy új jegyzettömböt, bemásoljátok ezt, amit itt találtok, mentés másként, és a végére nem .txt, hanem .cfg. És ezt igazából behúzzátok ugyanoda, amit a videó elején mutattam, a CFG mappába, és tegyük fel, úgy nevezítik el ezt, hogy VF, és akkor exec VF, és akkor ezt beírjátok, és akkor titeket ez a VM modell fog fogadni, hogyha esetleg lenullázódik az alapra. Következő két command a bunny hopot fogja nektek segíteni. Ugye alapból az ugrás a space-en van, és ezzel megkönnyítve, hogy a görgőre átállítjuk, amit így fogunk elérni, hogy pind mv w-vel hell, kettő darab bebetű down, ugye ez a jel, plusz jump, és egy ilyen bezár. És akkor most, hogyha lefele görgetjük, akkor ugye ugrál nekünk, de ajánlatos szerintem mind a kettőre is lefele meg felfele görgetni, egyszerre úgy szerintem sokkal jobban hopozni. Itt kitörjük azt, hogy down, és beírjuk azt, hogy up. És akkor most, hogyha felle görgetem, akkor így b-hoppozok, szóval szerintem ez nagyon ajánlatos kezdőknek, akik ideig space-el b-hoppoltak, bár space-el nem lehetett b-hoppolni, ahhoz nagyon nagy tehetség kell. Következő bind az az F3-ra lesz bindelve, bár ti ezt átírhatjátok, amire ti szeretnétek. Hogyha beírjuk ezt a bindet, ezt ugye csak be kell másolni a konzolba, beírjuk azt, amit én kimásolok nektek, és hogyha megnyomjuk a... Várjátok, ezt most bebindelem, bind F3, vagyis nem kell, elég annyi, hogy bind, és bemásolom. Ez bemásoljuk, és megnyomjuk az F3-at, akkor automatikusan vesz nekem igazából 4 darab gránátot. Megveszi a 2 darab flash-t, a heget és a smoke-ot. Ugye ez összesen 1000 dollárba kerül. Szóval ajánlatos úgy vásárolni ezt az autobite, mert igazából az egy gombbal megveszi nektek, hogy ne kelljen sok időt elpazarolni erre. Ezt úgy kell megvásárolni, hogyha előre kiszámoljátok, hogy lesz-e pénzetek ugye fegyverre, meg kevlára. De nagyon jó kis bind, én nagyon sokszor használom. Persze a leírásban mellékelem nektek a bindet. Szóval a leírásban ott lesz minden. Az alábbi exec file-dal, amit ugyanúgy behúztok a CFG-be, amit a videó elejében megmutattam, hogyha megnyomjátok a nullás gombot, akkor a csapattársaidat falon kiadja, hogy mi van náluk. Magyarul, hogyha van náluk fegyver, van náluk diffuse kit, illetve gránát. Ez nagyon meg tudja könnyíteni esetleg a diffuse-olást, hogyha például ő ott van a távolba és nincsen diffuse kitje, és neked sincs, akkor például nem vársz rá, hanem te elkezdesz szedni a bombát, és akkor ezzel nem telik az idő, mire idér. Ezt pedig úgy tudod exec-elni a konzolba, hogy beírod, hogy exec VH. Egyértelműen nem VH, szóval nem kapsz érte semmilyen vagbant, ezt a Valve hozta be a játékba. Szóval teljesen legális, nem kapsz érte tényleg semmiféle bant. Ha szeretném még hasonló jellegű videót látni a csatornán, akkor kérlek jelezd el like-kal, illetve írd meg kommentbe, amennyiben tetszett, amit csináltam, iratkozz fel a csatornára. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!